Sziasztok! Hát nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Miért akar ma valaki a mindfulnessről hallani? Valószínűleg azért, mert mindannyian túlhajszoltak vagyunk. Mindannyian baromi stresszesek vagyunk, rosszul alszunk, és mindenhol manapság inkább nehézségeket látunk, nem kihívásokat. De úgy vagyunk vele, hogy majd ez elmúlik, majd lesz egy kicsit jobb, egy kicsit később. És én is így voltam ezzel az egésszel, csak eljutottam 25 éves koromra arra, hogy teljesen kiégtem, és mindenhol nehézségeket láttam kihívások helyett, mert főállásban orvostallgató voltam, éjszakánként mentőztem, akartam valamire vinni, úgyhogy bejártam egy klinikára klinikai munkát végezni, és még közben a feleségemmel elkezdtük szervezni az esküvőnket. De hogy mégsem azért kezdtem el mindfulness téma után keresgélni, mert hogy szerettem volna valamit csinálni az állandó feszültség ellen, mert ezzel az ember úgy van, hogy jó, hát ez van, majd valahogy egyszer elmúlik, hanem az én motivációm az volt, hogy szerettem volna alvás helyett valamit, hogy még több dolgot meg tudjak csinálni, és egyszer olvastam arról, hogy ezek a különböző relaxációs meg meditációs technikák csökkentik az alvás igényt, és így jutottam el a SOTÉ-ra egyszer egy relaxációs tanfolyamra. Ez az egész egy picit megváltoztatta az életemet, igazából nem is picit, hanem nagyon, mert megtapasztaltam, hogy lehet úgy is élni, hogy az ember nem feszült, meg nem szorong, meg nem túlhajszolt, hanem jól érzi magát. De az igazából az volt az izgalmas, hogy lehet, hogy nektek is volt már ilyen tapasztalatotok, hogyha elkezdettek foglalkozni valamivel, akkor állandóan ez jön veletek szemben az után. És én azt kezdtem el észrevenni mentőzés, meg a kórházi gyakorlatok során, hogy az emberek általában azért betegszenek meg, vagy azért hívnak mentőt, mert nem tudnak mit kezdeni a feszültséggel, nem tudnak mit kezdeni a stresszel. És nagyon fontosnak gondolom azt, hogy orvosként segítsük az embereket abban, hogy ezzel a stresszel igenis kell, és lehet valamit is csinálni. De hogy miért lett így a 21. században ennyire központi kérdés ez a stressz dolog? Hát azért, mert a világ borzasztó gyorsan változik, és mi azt csináljuk, hogy próbáljuk a környezetünket ehhez a megváltozott világhoz alkalmazni, vagy megpróbáljuk hozzá transformálni ehhez a változó világhoz. Egy valamit felejtünk el megváltoztatni, a saját agyunkat. És erre például egy nagyon jó példa az okostelefon. Ne gyertek ki prezentálni, anélkül, hogy megnéznétek, hogy működik-e a prezenter, mert nem jó. De legalább nem vagyok béna. Ja, ez most az utolsó slide. Mert a végén voltunk. Remek. Jó. Szóval, miért is kezdünk el foglalkozni a mindfulness, és miért olyan fontos a stressz? Azért, mert ugye megváltozott a környezetünk, és mi mindent megpróbálunk ehhez alkalmazni, csak a saját agyunkat nem. És ugye erre nagyon jó példa a mobiltelefon. Tegye fel a kezét őszintén az, aki az elmúlt egy órában nem nyúlt hozzá a mobiljához. Ne csaljatok, mert direkt figyeltem. Jó, nagyon jó. Ugye ez, aki az elmúlt fél órában nem nyúlt hozzá a telefonjához. Nagyon jó. Ki az, aki az elmúlt 10 percben nem nyúlt hozzá a telefonjához? Alakul. És aki az elmúlt 5 percben nem nyúlt hozzá a telefonjához? Na, szuper. Tehát akkor átlagosan olyan 7 perce nyúlt hozzá mindenki utoljára a telefonjához. Tehát itt van az okostelefon, baromi sokat használjuk, de hogy mégse tudjuk igazából elég jól, vagy elég tudatosan használni. Mert hogyha mondjuk azt mondom nektek, hogy a mobiltelefon vagy az okostelefonok azok összességében tök jó dolgok, mert segít kapcsolatot tartani a távoli rokonainkkal, meg segít tájékozódni, meg segít abban, hogy könnyebben elintézzük a dolgokat, meg hogy ugye összességében egyszerűbbé és könnyebbé teszik az életünket. És ezzel mindenki nagyon könnyet egyet tud érteni, mert egyébként tényleg így is van. Mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy a mobiltelefon, vagy az okostelefon az önértékelési zavarokhoz vezet? Márpedig ugye nagyon sokszor az van, hogy mit látunk a szociális médián, hogy mindenki nagyon boldog, mindenki lenyelvvizsgázik, mindenki nagyon boldog, mosolygós családban él, aki nem, az nagyon élvezi, hogy nem, és egyfolytában különleges helyeken nyaral, és amikor az ember belenéz a saját kis életébe, ahol éli ezt az átlagos mindennapi szürkeséget, akkor azt fogja érezni, hogy csak ő béna, csak ő ilyen szerencsétlen, mert egyébként mindenkinek milyen jó. De hogy nyilván én is csak azokat a képeket töltöm fel a Facebookra, ami nagyon kedvesen mosolyognak a gyerekeim, azt, amikor éjszaka ilyen magamból kissé kikelve ordibálok velük, hogy feküdjenek le aludni, azt azért nem szoktuk feltölteni.
Vagy hogyha azt mondom, hogy a mobiltelefon az megöli a hatékonyságunkat, mert ez az állandó, vagy állandó értesítések felugranak, és nem tudunk rendesen hosszú ideig koncentrálni a munkánkra. Vagy azt mondom, hogy a mobiltelefon az elősegíti, vagy az okostelefon elősegíti a depresszió kialakulásának a valószínűségét, mert erre van tudományos kutatási bizonyíték. Ezeket mondom, akkor erre is azt kell mondanunk, hogy ez valóban így van. De hogy mi dönti el, hogy most melyik igaz, hogy a mobiltelefon összességében jó, a mobiltelefon összességében rossz? Hát az, hogy mennyire tudjuk tudatosan használni ezeket az eszközöket, és az, hogy mennyire tudjuk tudatosan használni, az attól függ, hogy mennyire tudjuk a saját figyelmünket szabályozni. Csak hogy ez manapság borzasztó nehéz dolog, mert iszonyatosan megváltozott az a környezet, amiben működünk, amiben élünk, és ezért ez egy nagy kihívás mindenki számára. Hoztam egy ilyen kis videót, ezt lehet, hogy már láttátok, de azért megmutatom nektek, mert szerintem nagyon vicces, és ez 5 másodpercben mutatja be, hogy hogyan néz ki a mindennapunk, és milyen az a környezet, amiben mi élünk. Okay. De, ha őszinték vagyunk, akkor általában az ember először nyilván a barátjára ismer rá, utána saját magára. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem nem is ez a videó ijesztő, mert nem is az az ijesztő, hogyha ránézünk valakire, akkor így éli a mindennapjait, hanem az, hogyha valaki, aki ül nyugodtan, és belelátnánk a fejébe, akkor ugyanezt látnánk. És igazából ez az, amivel valamit kezdenünk kell. És tulajdonképpen az izgalmas, hogy azért vagyunk egy különösen nagy kihívás előtt így a 21. században, mert azok az evolúciós gondolkodási mintáink, amikkel kialakítottuk ezt a fantasztikus környezetet, amiben élünk, na azok ebben az új környezetben nem működnek jól. Igazából, vagy hát jól működnek, mert túlélésre játszanak, de hogy nem tudjuk magunkat ebben a környezetben ezekkel a mintákkal jól érezni. És akkor a középiskolai történelem tanárom jut eszembe, aki mindig azt mondta, amikor szomorúak voltunk, mert sokat kell tanulni, hogy nem azért vagyunk itt az iskolában, hogy jól érezzük magunkat. És olyan, mint hogyha, és én is mondhatnám nektek, hogy nem azért vagyunk itt az életben, hogy jól érezzük magunkat, hanem hogy túléljük, és hogy így továbbadjuk a genetikai információnkat, de hogy azért mi egy kicsit többet szeretnénk, és szeretnénk jól érezni magunkat, és ezért nagyon fontos a mindfulness így a 21. században. No, és azt kell látni, hogy vannak minták, amik ellenünk dolgoznak. Segítették a fennmaradásunkat, de most már nem biztos, hogy a segítségünkre vannak, vagy hogy nem mindig úgy vannak a segítségünkre, ahogy gondolnánk. Az első ilyen az, hogy baromi jól emlékszünk rossz dolgokra. Ugye evolúciósan nagyon fontos volt, hogy jól megjegyezzük azokat a dolgokat, amik nem segítenek nekünk. Nagyon fontos volt, hogy megjegyezzük, hogy melyik az a bogyó, amit nem szabad kétszer megkóstolni, melyik az az állat, amit nem érdemes megpróbálni levadászni, és hogy melyik az a fickó, akiben nem érdemes belekötni, mert hogy senkinek nem lett belőle túl jó dolga. Tehát, hogy ezekre nagyon-nagyon jól emlékszünk. És igazából ezzel nincs is semmi baj, mert általában az ember negatív dolgokra emlékszik. Szeretnénk azt gondolni, hogy nyilván nem én vagyok az, de hogy múltkor a feleségem küldött egy SMS-t, hogy este beszélnünk kell. És nyilván nem az jutott rögtön eszembe, hogy valami fantasztikus dolgot akar velem megbeszélni, vagy megnyerte a lotót, és akkor kiszámoljuk, hogy mit hova pakolunk el, meg hogy hova megyünk nyaralni, hanem végig gondoltam, hogy milyen kompromitáló képek kerültek fel rólam a Facebookra, meg végig gondoltam, hogy mit gondoltam, hogy ja, például azt, hogy elfelejtettem valamilyen évfordulót, vagy valakinek a szülinapját, vagy hogy összetört az autót, vagy még rosszabb a teáskészletem, tehát hogy egy teljesen, aki ismer, azt tudja, hogy ez, tehát hogy egy teljesen semleges információba valami negatív dolgot láttam bele. És ugye általában ti is így vagytok ezzel, hogyha visszagondoltok az előző állásinterjútokra, az előző vizsgátokra, vagy az előző prezentációtokra, akkor nem úgy álltok ott előtte, hogy ó, hát minden tökéletes lesz, jól fog sikerülni, minden rendben lesz, hanem az ember tördi a kezét, hogy nem fogják érteni, amit mondok, belebakizok, nem fog működni a prezenter. Hogy negatív dolgokat látunk bele semleges eseményekbe. De hogy eddig is így működött a világ, mi változott meg? Hát az információ mennyisége. Az agyunk, az információnak borzasztó magas az evolúciós túlélési értéke, és ezért az agyunk az úgy működik, hogy megpróbál megegyezni minden információt. Csak hogy így a 21. században ezzel az a baj, hogy az információra épül a társadalmunk. Tehát, hogy egyrészt van az agyunk, ami szeretne megegyezni mindent, másrészt ott vagyunk, hogy túl sok az információ. És szegény egy ilyen lehetetlen küldetésben van, amiből mi így végfelhasználók csak annyit tapasztalunk, hogy eszméletlenül gyorsan váltogatjuk a fókuszt.
Tehát, hogy képtelenek vagyunk arra, hogy hosszabb ideig oda tudjunk figyelni valakire, akár a munkánkra, akár a barátunkra, barátnőnkre, feleségünkre, gyerekeinkre, mert képtelenek vagyunk rá, mert az agyunk úgy működik, hogy baromi gyorsan változtatja a fókuszát, mert szeretne minél több információba belenyalni. És ez azért nagyon rossz, mert általában ugye nem a jelen pillanatban töltjük ezáltal az időnket, hanem valahol vagy a múlton szorongunk, vagy pedig a jövőn stresszelünk, mert az agyunk így működik, és ugye ezt a jövőn való stresszelést, ezt megspékeljük azzal, hogy általában ugye negatívan gondolkozunk, mert ez érte meg evolúciósan, és ezért negatív dolgokat vetítünk a jövőre. És akkor itt állunk, hogy amikor dolgozunk, akkor ugye azon jár az eszünk, hogy majd mit fogunk csinálni a gyerekekkel, amikor a gyerekekkel vagyunk, akkor azon gondolkozunk, hogy fú, de milyen jó lesz, hogyha majd nem a gyerekekkel kell játszanom, hanem majd tudok napozni. Amikor megnyaralok, akkor meg azon gondolkozom, hogy fú, a jövő héten milyen nehéz lesz, visszarázódom a munkával. Hogy soha nem vagyunk a jelen pillanatban, és ez nem jó, mert tulajdonképpen meg is érkeztünk ahhoz, hogy az WHO, az Egészségügyi Világszervezet azt mondja, hogy a 21. század az a szorongás évszázada lesz. Mert onnantól kezdve, hogy nem a jelen pillanatra fókuszáltok, hanem beteszitek saját magatokat a jövőbe, onnantól kezdve egy kontrollvesztést éltek meg, bizonytalanságot. Mert ugye ott nem tudunk csinálni semmit. Mi egyedül a jelen pillanatban, a jelenben tudunk dönteni, döntést hozni, a jelen pillanatban tudunk csinálni dolgokat. És például erre egy nagyon jó példa mondjuk a sportolás. Tehát amikor az ember elmegy sportolni, akkor manapság nem azt szokta csinálni, hogy elmegy, és akkor élvezi, hogy ő neki most van egy órája futni, mert így nézett, hogy elég kalóriát futottál-e már ahhoz, hogy akkor ne legyél szívbeteg, vagy hogy elég kalóriát égettél-e már ahhoz, hogy majd jól néz ki a strandon. Hogy a jövőn izgulsz, miközben futsz, vagy például a munka. Akkor valaki azt mondja, hogy stresszes a munkája, akkor nem azért mondja, mert hogy amikor úgy gépel, akkor az olyan ijesztő, meg hogy megrázza a gép, meg hogy kinyúl belőle valaki, hanem azért stresszelünk, vagy mondjuk azt, hogy stresszes a munkád, mert miközben csinálod, amit csinálsz, nem erre fókuszálsz, hanem azon izgulsz, hogy amit csinálsz, az elég jó lesz-e. Vagy tetszeni fog-e a főnöködnek, vagy a főnöködnek a főnökének, meg hogy kész lesz-e időben. És ez azért nagyon rossz, mert hogy az ott egy bizonytalanság. Tehát, hogy ott a jövőre nem tudsz hatni a jelen. Nem tudsz mit csinálni, egy kontrollvesztést, egy bizonytalanságot élsz meg, ezért nagyon fontos, hogy képesek legyünk visszahozni a figyelmünket a jelen pillanatra. Vagy mondjuk az elalvás, az ugyanez. Rengetegen küzdenek alvási problémákkal. Amikor lefekszünk aludni, akkor nem az van, hogy élvezzük, hogy végre ott fekszünk a párnák között, és hogy milyen kényelmes, hanem hogy 5 perc múlva nem alszunk el, akkor elkezdünk stresszelni, hogy már csak 6:55, már csak 6 óra 45, és akkor még ott elkezdesz stresszelni, hogy fú, hogyha most ennyit alszom, akkor holnap egy kicsit fáradtabb leszek, akkor lehet, hogy nem tudom megcsinálni ezt a feladatot, akkor kicsit még idegesebb leszel, egyre nehezebb lesz aludni, már csak 4 óra 30, tehát hogy belepörgetjük magunkat valami teljesen bizonytalanba, és ezáltal bekapcsol a szervezetünkben a stressz válasz, ami pedig a harmadik dolog, mert hogy evolúciósan baromi jól tudunk stresszelni. És ugye azt gondolhatnátok, hogy a stressz az öl, butít és nyomorba dönt, mert hogy a stresszről általában csak ilyen negatív aspektusban lehet hallani, de hogy egyébként a stressz az nagyon fontos. Tehát, hogyha reggel a kis életetekben nem lett volna egy kis stressz, akkor nem tudtatok volna kimászni a kávéfőzőig sem, mert hogy feküdnétek egész nap az ágyba, és folyna a nyálatok, mert tulajdonképpen a felkeléshez is kell egy kis vérnyomás emelkedés, meg a felkeléshez is kell egy kis magasabb vérnyomás, meg egy kis nagyobb szívfrekvencia, mert a stressz válasznak az a lényege, hogy mi alkalmazkodjunk a kihíváshoz. Ugye a probléma az, hogy most manapság képesek vagyunk arra, hogy egyfolytában stresszeljünk, azért, mert ugye nem a jelen pillanatra fókuszálunk, hanem ezeknek a mintáknak köszönhetően egyfolytában stresszelünk a jövőn. És ezért egyfolytában be van kapcsolva a szervezetünkben a stressz válasz. A gond az, hogy ezt a stressz dolgot, ezt annyira nem vesszük komolyan, úgyhogy itt le is írtam, hogy a stressz nem játék. Mert hogy? Még azt gondolhatnánk, hogy a stressz egyébként az, mert nagyon sokszor, és ez nekem mindig nagyon fájt már orvostan hallgató koromban is, de nagyon sokszor az orvosok azt tanácsolják, hogy kerülje a stresszt. Ami én szerintem egy ilyen bújtatott öngyilkossági felhívás, mert hogy a stresszt azt nem tudjuk elkerülni. A stressz az az életünk része. Borzasztó fontos, hogy megtanuljunk valamit kezdeni ezzel a stresszel, és amikor szerencsém van medikusokat oktatni, akkor mindig ezt kötöm a lelkükre, hogy soha ne mondják azt betegeknek, hogy kerülje a stresszt, mert ezzel az egész problémát bagatelizálják, mert hogyha ugye el lehet kerülni, akkor igazából annyira nem is ijesztő. De hogy a stressz az egy borzasztó nagy betegség, egy borzasztó fontos egészségügyi faktor, mert 2012-ben az Európai Kardiológiai Társaság a prevenciós irányelvében feketén-fehéren leírta, hogy a pszichoszociális stressz az ugyanolyan rizikótényezőnek számít a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából, mint a klasszikus rizikótényezők.
És hogyha most megkérdezném tőletek, hogy soroljátok fel klasszikus szív- és érrendszeri rizikó tényezőket, akkor valószínűleg tök ügyesen fel tudnátok sorolni, hogy dohányzás, mozgásszegény életmód, magas koleszterin szint, magas vérnyomás, törölöröm. És ezekre az orvostudomány tud is adni valami tüneti terápiát. Viszont amíg nem kezdünk el valamit csinálni a stresszel, addig igazából pont azt nem fogjuk tudni megváltoztatni, amiért elkezdtünk dohányozni, amiért magasabb a vérnyomásunk, amiért magasabb a koleszterin szintünk, és amiért nincs időnk normálisan táplálkozni. Tehát nagyon fontos, hogy mi itt magyarok csináljunk valamit ezen az állandó stresszünkkel, mert hogy a KSH statisztikái szerint Magyarországon a lakosságnak a 49,6%-a szív- és érrendszeri betegségekben hal meg. Tehát, hogyha a statisztikát veszük alapul, akkor itt a teremben minden második ember a szíve miatt fog meghalni. Erre szoktam azt mondani, hogy de nyugodjatok meg, mert nyilván a mellettetek ülő lesz az, és nem... De hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát a stressz nem játék. Iszonyatosan szorosan összefügg a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásával, mert mindennek az alapja az, hogy sokat stresszelünk. Na, és Amerikában ugye ki is számolták azt, hogy ez mennyi pénzbe kerül, mert hogy a világ az pénzzel működik állítólag, és azért ki is számolták, hogy ez mennyi pénzbe kerül az amerikai nagyvállalatoknak. Ez az Amerikai Stresszintézet és az Amerikai Pszichológiai Társaság csinálta közösen. És akkor ebből az jött ki, hogy az amerikai munkavállalók, azt hiszem ez egy 3 éve vagy egy 4 éves tanulmány, úgyhogy azóta lehet, hogy még rosszabb a helyzet, az amerikai munkavállalók 75%-a kifejezetten stresszesnek éli meg a munkáját. Amiből az következik, hogy 50%-uk felmondana, ha tehetné. Most gondoljuk el, hogy ez mi lehet Magyarországon. És gondoljuk el, hogy mennyire nehéz jó számokat csinálni, meg jó célokat elérni a munkahelyen, hogyha a csapatodnak a fele az igazából nem is dolgozna ott, de nem tud máshova menni, ezért úgy csinál, mintha dolgozna. És ugye ebből jön ki az, ehhez nagyon értünk, ebből jön ki az, hogy olyan, mintha 5 embert fizetnél, de csak 4 dolgozik, és ebből jön ki, hogy évente 25 nap eltűnik. 25 munkanap eltűnik, és ez körülbelül 300 milliárd dollárba kerül. És ebben a táblázatban, vagy ebben a képben benne van az, hogy a munkavállalóknak iszonyatosan fontos, hogy kezdjenek valamit a munkavállalóik stressz kezelésével. Mert egészen egyszerűen ez így nem jó. És munkavállalóként, tehát hogy átlagos földi halandóként pedig iszonyatosan fontos számunkra, hogy valamit kezdjünk csinálni a stresszel, mert baromi nem jó az, hogy 75%-unk azt érzi, hogy igazából eszméletlenül feszült, meg hogy egyfolytában be van kapcsolva a szervezetében a stresszválasz. És tulajdonképpen nem is ez az igazán ijesztő, hanem az, ami majd lesz, mert az orvosok 40%-a ki van égve. És most azt gondoltátok, hogy ez Magyarország, de nem, hanem ez Amerikában, ez egy 2017-es kutatásnak az eredménye, tehát hogy baromi friss, Amerikában az orvosok 42%-a ki van égve. És ez azért nagyon ijesztő, mert az amerikai orvosok, ugye Amerikában mindenki orvoshoz akar hozzámenni, mert olyan jól keresnek, és hogy a fizetési lista első 5 helyén, ezt tegnap néztük meg, egészségügyi dolgozó szerepel. Tehát, hogy Amerikában az orvosok keresnek a legtöbbet, még az IT-seknél is többet keresnek, meg a szoftverfejlesztőknél is. Nagyon durva. Na mindegy, de még így is 42%-uk ki van égve. És hogy a saját bevallásuk alapján ennek a 42%-nak a 30%-a mondja azt, hogy a beteg ellátása sérül, hogy a beteg ellátás sérül az ő kiégése miatt, mert kevésbé figyel oda, kevésbé kedves. Talán. Most gondoljuk el, hogy ez Magyarországon hogyan nézhet ki. És a még rosszabb az az, hogy van egy Philipses ismerősöm, aki elmesélte nekem, hogy a Philipses jövőkutatók szerint 2025-re 50 ezer orvos fog hiányozni az amerikai egészségügyi rendszerből. Ez azért nagy szám, mert Magyarországon összesen 36 ezer orvos dolgozik kórházakban. Ugye ez az egész az abból jön ki, hogy egyre tovább élünk, viszont egyre betegebbek vagyunk, egyre több krónikus betegséggel élünk, és ezért egyre többen vagyunk kénytelenek elmenni a kórházba, hogy valamilyen segítséget kapjunk. Most gondoljunk bele, hogy mi lesz akkor, hogyha Magyarországon is ennyire rossz lesz a helyzet, már egyébként egy kicsit az, hogyha valaki járt mostanában a kórházba, akkor tudja. De hogy ugye a betegség az mindig egy kontrollvesztés, az mindig egy bizonytalanság, mert ugye a legfőbb szövetségesünk a saját testünkben történik valami olyan dolog, amivel nem tudunk mit kezdeni. És ezért próbálunk mindig valami gyors, akár alternatív módokat bevetni a gyógyításba, mert hogy akkor legalább tudtunk valamit csinálni. Tehát hogy úgy érezzük, hogy nálunk van a kontroll. Na most képzeljétek el, hogy amikor beviszitek a mentő, vagy beviszitek a gyereketeket a kórházba, és akkor azt mondják, hogy igen, tényleg nagyon beteg, de hogy a következő 3 hónapban nem tudunk vele mit csinálni. Gondoljatok bele, hogy akkor hogyan fog dolgozni ez a munkavállaló, meg hogyan fogjátok érezni magatokat egy ilyen szituációban.
Most vége lenne az előadásnak, hogy mindenki hazamenni és megkérdezni, elmesélnétek, hogy milyen volt az előadás, akkor azt mond, mindenki azt mondaná, hogy jó, jó, de meg fogunk halni. Úgyhogy folytatom, csak mindenki nagyon szomorúan nézett. A lényeg, hogy én azt gondolom, és ezt vigyétek haza üzenetnek, hogyha a kis civilizációnk túléli így a 21. századot, meg majd a 22-et, és majd így visszatekintenek, akkor nem azt fogják gondolni, hogy ez az a század, amikor az emberek meg tudtak gyógyítani minden betegséget, hanem szerintem úgy fognak erre visszaemlékezni, hogy ez volt az a század, amikor az emberek a saját kárukon megtanulták azt, hogy a betegségeket érdemes megelőzni. Mert hogy a betegség megelőzés, ahhoz elég vagytok ti magatok. Viszont a kezelés az mindig erőforrás igényes, ahhoz kellenek gépek, meg kellenek emberek. Hogy nagyon-nagyon fontos a megelőzés. És hogy nyilván ennek az előadásnak, amit ide szerveztünk így estére, nem az a lényeg, hogy most én tök depressziósan menjetek haza, és elkezdjetek azon parázni, hogy úristen, most akkor minden tök fölösleges, mert úgyis meghalunk, és úgyis nagyon rossz lesz, hanem hogy adjunk nektek eszközöket a fél év során, hogy hogyan tudtok értelmesen változtatni a saját kis hozzáállásotokon az egészséghez. És ennek egy remek eszköze ez a mindfulness. Na és hogy tulajdonképpen mi is ez a mindfulness? Mindfulnessnek az a lényege, hogy direkt és energiát befektetve odafigyelek a jelen pillanatra megengedő, elfogadó módon. Tehát amikor dolgozom, akkor odafigyelek arra, hogy dolgozom. Amikor kikapcsolok, akkor odafigyelek arra, hogy most kikapcsoltam. És amikor fekszem a strandon, akkor nem azon stresszelek, hogy mindjárt vissza kell mennem dolgozni, hanem élvezem, hogy ott vagyok a strandon. És ezt úgy baromi könnyű elmondani, gyakorolni annál nehezebb. A mindfulness az kétféle utómódon lehet gyakorolni. Az egyik az úgynevezett ilyen informális gyakorlatok, a másik meg a formális gyakorlás. Az informális gyakorlásnak az a lényege, hogy minden, amit eddig csináltatok, azt megpróbáljátok néha ilyen tudatos figyelemmel csinálni. És erre például egy baromi jó gyakorlati lehetőség az, és akkor ezt próbáljátok akár meg a következő hónapban, hogy mindig egy kicsit később nyúltok hozzá a mobiltelefonotokhoz reggel. Van egy kutatás, ami szerint az embereknek a 75%-a 15 percen belül hozzányúl a telefonjához, és felmegy a Facebookra, vagy megnézi az e-mailjeit. És hogy ebbe ugye mi van benne? Fekszel az ágyadba otthon, és rögtön ránézel a telefonodra, és rögtön kilépsz a te saját valóságodból. Tehát egy olyan gondolkozási mintát gyakorolsz, ami ahhoz vezet, hogy te egyre jobban ki tudsz lépni, egyre gyorsabban ki tudsz lépni a valóságodból. Nem azt mondom, hogy nem, soha ne nézzétek meg az e-maileteket, meg soha ne használjátok Facebookot, soha ne nézzétek meg a feladataitokat, meg a to-do listátokat, de lehet, hogy a reggel első 15 perce nem erre a legalkalmasabb, hanem próbáltok meg, hogy élvezitek, hogy csicseregnek a madarak, vagy most egyelőre nem, hanem kopognak a fagyok, de hogy próbáljátok meg azt, hogy odafigyeltek arra, hogy éppen mi történik körülöttetek, és próbáltok meg minél inkább kitolni azt az időt, amikor kiléptek a saját valóságotokból. Ugye a mindfulnessnek az a lényege, hogy egy gondolkodási mintát gyakorolsz. Most megcsináljátok ezt egy napig, akkor onnantól kezdve jobb lesz, kevesebbet fogtok szorongani, meg stresszelni? Nem valószínű. Viszont, hogyha minden nap megcsináljátok ezt 30 napon keresztül, akkor valószínűleg már jobban fogjátok érezni magatokat, és sokkal könnyebben fogtok odafigyelni napközben arra, amit tényleg szeretnétek csinálni, mint hogyha az embernek az az első dolga, hogy felmegyek a Facebookra, vagy gyorsan megnézem az e-mailjeimet. Na, egy másik gyakorlási lehetőség, az úgynevezett formális gyakorlási lehetőség, hívjuk egyelőre fókusz gyakorlatnak. És most gyorsan csinálunk is közösen egy ilyen fókusz gyakorlatot, hogy utána tudjunk erről beszélgetni. Annyi lesz a feladat, hogy mindenki csukja be a szemét, nem most, hanem egy kicsit később, és figyeljen oda a saját légzésére, vagy csak úgy a saját testére. Tehát, hogy igazából nem is kell a légzésetekre odafigyelni, figyeljetek meg, hogy milyen érzések vannak bennetek, hogy korog a gyomrotok, fáradtak vagytok, nyűgösek vagytok, jó kedvetek van, tök mindegy. Próbáltok meg arra odafigyelni, hogy mi van bennetek. Jó? Ha elkalandoztok, azon gondolkoztok, hogy ez tök idegesítő ez a gyakorlat, vagy hogy a mellettetek lévő horkol, vagy valamit kigyullad, tankok robognak végig a Nagymező utcán, tehát hogyha ha valami eltereli a figyelmeteket, akkor csak szépen hozzátok vissza a figyelmeteket. Jó, ennyi a gyakorlat. Figyeljetek oda, hogy mit éreztek, milyen érzések, érzetek vannak bennetek, és utána hozzátok vissza a figyelmeteket, hogyha elkalandoztatok. Leülök ide a mellé, én is. Van még se lehet ilyet csinálni. És lehet is egy perc.
Super. Na, körülbelül meg is volt az egy perc. Tegye fel a kezét, aki észrevette, hogy legalább egyszer elkalandozott. Nagyon jó. Na, tulajdonképpen akkor meg is értettétek, hogy mi az egésznek a lényege. Tegye fel a kezét, aki úgy érezte, hogy kicsit fáradt. Nagyon jó. Tegye fel a kezét, aki azt érezte, hogy kicsit feszült, még a nap miatt. Nagyon jó. Ha most azt mondtam volna nektek, hogy meditáljunk egyet, akkor sokkal nehezebb lett volna a dolgotok, mert ez végül csak egy egyszerű fókuszgyakorlat volt. Ugye az ember még sose csinált fókuszgyakorlatot, ezért nincs is bennünk semmi elvárásunk, semmi elvárás a fókuszgyakorlattal kapcsolatban. Mert hogyha meditálni kezdtünk volna el, akkor ugye elkezdtük volna egy csűrni, csavarni ezeket az érzéseket, mert ha meditálok, akkor nem érezhetem magam fáradtnak. Meg ha meditálok, akkor nem érezhetem magam feszültnek. És tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert borzasztó sok elvárást támasztunk saját magunkkal szemben. És a mindfulness, meg tulajdonképpen így ennek kapcsán a meditáció, abban segít bennünket, hogy képesek legyünk ezeket az elvárásokat a helyén kezelni. Képesek legyünk elvárások nélkül odafigyelni a saját testünkre, meg a saját érzéseinkre. Tehát, hogy az egésznek nem az a lényege, hogy mindenképp jól érezzük magunkat, hanem csupán annyi a lényege, hogy elkezdjünk odafigyelni arra, hogy milyen érzések vannak bennünk. Most tulajdonképpen tök jól megcsináltuk ezt a gyakorlatot. Innentől kezdve jobban fogjátok kezelni a stresszt, meg jobban helyén fogjátok kezelni a veletek szemben támasztott elvárásokat? Nem valószínű. Viszont a tudomány jelenlegi állása szerint csak egy agyatok van, és hogyha ezzel az egy agyatokkal elkezditek gyakorolni ezt a fajta gondolkozási mintát minden egyes nap, akkor ugye egyre nagyobb valószínűséggel fogjátok helyén kezelni az elvárásokat, sokkal nagyobb valószínűséggel fogjátok rajta kapni magatokat napközben, hogyha elkalandoztok. Ez az egész, vagy ennek a lényege, vagy az egész neuroplaszticitásra vezethető vissza. Ugye amikor gimibe jártunk, akkor az volt a mondás, hogy megszületünk 2 milliárd agysejtel, és hogy ezek onnantól kezdve csak pusztulnak. És ezért nem jó, hogyha belefejelsz egy focilabdába, vagy ha boxolónak állsz, meg hogyha alkoholt iszol, akkor úgy gyorsabban pusztulnak az agysejtjeid, mint egyébként. De hogy manapság a tudományos kutatásokkal sikerült bebizonyítani, hogy ez egyáltalán nincs így, minden nap termelünk új idegsejteket, minden nap termelünk új agysejteket. És ez tulajdonképpen előny is, meg hátrány is, attól függ, hogy mennyire vagyunk tudatosak, mert hogyha egyfolytában stresszelünk, egyfolytában kilépünk a jelen pillanatból, egyfolytában feszültek vagyunk, akkor azt tanítjuk meg ezeknek az új idegsejteknek, hogy hogyan kell minél gyorsabban kilépni a jelen pillanatból, hogyan kell egyre jobban szorongani, hogyan kell egyre jobban stresszelni. Ha pedig elkezdünk gyakorolni rendszeresen, elkezdjük gyakorolni a mindfulness-t, akkor ezeknek az újonnan termelődő idegsejteknek azt tanítjuk meg, hogy hogyan kell a jelen pillanatra fókuszálni, hogyan kell a helyén kezelni az elvárásokat, hogyan kell megengedő, elfogadó módon odafigyelni a saját testünkre. És ezért nagyon fontos, hogy valamit megérteni, illetve megtanulni, az nem ugyanaz. És én ezt akkor tanultam meg igazából, amikor orvostanhallgatókat meg laikusokat oktattunk a mentőnél elsősegélyre. Ugye első segít azt alapvetően, vagy újraélesztés baromi egyszerű oktatni, mert ott fekszik valakit, a próbababán megmutatod, hogy nézed meg a pulzusát, megkeresed ember, felhívod a mentőket, odamész, nyomod a mellkasát, fújod. És ezt egy másfél óra alatt tök jól le lehet oktatni mindenkinek, másfél óra után mindenki nagyon jól meg tud csinálni 30 nyomást, 2 fújást, mindenki rendkívül boldog. Na de, amikor 3 nap múlva, mondjuk 1 hét múlva összeesik valaki mellette az utcán, vagy rosszul lesz a saját nagymamája, akkor vajon azt fogja csinálni, hogy pánikba esik, és össze-vissza rohangál, és még a mentők száma sem jut az eszébe, vagy teljesen, helyesen elkezdi az általunk megtanított lépéseket kitelezni. Ugye nem valószínű, hogy ez történik, hanem inkább pánikba esik. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy amikor a mindfulness-szel kezdtek majd el foglalkozni, akkor ezt egy nagyon könnyen meg lehet érteni, az ember nagyon könnyen elfogadja, hogy ez valóban működhet, valóban lehet így, de amíg az ember ezt megtanulja, és nyomás alatt képes előhozni a gondolkodásából, azért az idő. És azért nem mindegy, hogy hogyan tanuljátok ezt az egészen. És nagyon sokáig azt gondolom, hogy a mindfulness az egy szupererő így a 21. században, hogyha a helyén kezeljük. De egyrészt segít nekünk, hogy fókuszáljunk. Ugye nagyon szeretem ezt a analógiát, hogyha azt mondtam volna nektek, hogy meditálni fogunk, akkor az lett volna az elvárás valószínűleg saját magatokkal szemben, hogy egyáltalán ne kalandozzatok el, mert aki meditál, az nem kalandozhat el, meg hogyha elkalandozom, akkor elrontottam. Igazából nem ez a helyzet, mert hogyha minél többször kalandozol el, annál jobban tudsz edzeni.
például, hogyha lementek egy konditerembe, akkor ugye nem az van, hogy ott a nagy darab fiúk meg a nagyon erős lányok így állnak a konditeremben és tartják a súlyt, és így nézik magukat, és akkor most gyúrnak, hanem hogy így néha leengedik, még néha felhúzzák. De akkor nem azt szokták mondani, hogy most elrontottam, sikerült, hanem ugye ez egy mozdulat, és ez egy egység. És tulajdonképpen ez a fókusz gyakorlat, ez ugyanez, hogy odafigyelek valamire, elkalandozom, észrevettem, hogy elkalandozom, és visszahozom a figyelmem, és közben nem gondolom azt, hogy béna vagyok. Hanem így tanulok, ez a folyamatnak a lényege. Tehát, hogy amikor elkezdtek gyakorolni, akkor észrevesztek, hogy elkalandoztok, és visszahozzátok a figyelmeteket. Amikor beszélgettek valakivel, vagy mondjuk csináljátok a munkátokat, rajta kapjátok magatokat, hogy elkalandoztok, és visszahozzátok a figyelmeteket. Minél többször gyakoroljátok ezt, ugye minél több idegsejteteknek tanítjátok meg, hogy hogyan kell így figyelni, ugye annál jobban fog menni. És ezért nagyon-nagyon fontos a gyakorlás. A másik, hogy a mindfulness az segít kapcsolni. Azáltal, hogyha megtanulunk a jelen pillanatra fókuszálni, ugye a jelen pillanatban igazából nincs szorongás. A jelen pillanat az nem ijesztő, hogyha mondjuk ejtőernyővel ugrotok ki valahonnan, akkor az lehet, hogy az, de ha az ember az direkt csinálja, az egy tudatos dolog. Tehát, hogyha ha megtanultok a jelen pillanatra fókuszálni, akkor előbb-utóbb a szervezetetekben ki fog kapcsolni a stresszválasz. Mi ezzel tavaly kapcsolatban csináltunk egy kutatást a SOTÉ-n, és a SIA, a hallgatóknak a szívfrekvencia variabilitást vizsgáltuk. Ez a szívfrekvencia variabilitásnak az a lényege, hogy ezt gyorsan meg is nézhetitek saját magatokon, keresitek meg, légy szíves, a púlzusotokat. Na, és hogyha megvan, akkor vegyetek egy jó nagy mély levegőt, utána fújjátok ki, persze. És még egyet, utána jó lassan fújjátok ki. Oké. Hogyha minden igaz, akkor azt vettétek észre, hogy amikor beszívjátok a levegőt, akkor gyorsabban ver a szívetek, amikor kifújjátok a levegőt, akkor lassabban ver a szívetek. Ugye ez azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen ez a szimpatikus, paraszimpatikus, tehát ugye stresszelős, meg az kikapcsolós idegrendszereteknek a kibekapcsolása a légzésen keresztül. Ez egy reflexes folyamat. És azt vették észre az amerikai kardiológusok, hogy azoknak a betegeknek, akinek valamilyen stresszel kapcsolatos megbetegedésük van, mint szívbetegség, depresszió, különböző autoimmun betegségek, azoknál ez a szívfrekvencia variabilitás borzasztóan beszűkül, mert egész egyszerűen elkezd úgy verni a szívük, mint a metronóm. És ebből nagyon jó vizsgálatokat lehet csinálni. Mi is csináltunk egyet, nem untatlak titeket, inkább az eredményt szeretném megmutatni. Az olvasta hallgatókkal nagyon jól lehet modellezni a stresszt, mert hogy amikor 1924-ben kialakult az orvosi 6 éves képzés, akkor még nem tudtuk, hogy van DNS, ma tudjuk, hogy van DNS, és ennek kapcsolatban egy kicsit megnőtt a tananyag mennyisége, de még mindig 6 éves, tehát hogy az ember mindig úgy érzi, hogy nem tud eleget tanulni ahhoz, hogy meglegyen a kettes, ez általában feszültséggel és szorongással jár. Na, és az volt a kutatásnak a lényege, hogy az őszi fél év előtt megmértünk 10 hallgatót, ez egy ilyen pilot vizsgálat volt, és azt kértük tőlük, hogy próbáljanak meg kikapcsolni a saját módszerükkel. Tehát leültük, rárukjattuk ezt a szerkezetet, és az volt a feladat, hogy 10 percig kell kapcsolni. És azt vettük észre, vagy az derült ki ebből, hogy tök messze a nyári vizsgaidőszaktól, még nagyon távol a téli vizsgaidőszaktól, tulajdonképpen a nyári szünet végén a hallgatóknak csak a 30%-a volt képes arra, hogy tényleg kikapcsolja a saját szervezetét. Ugye ez azért nagyon fontos, és take home message nektek, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy hazamegy és megiszik 3 sört, vagy beül sorozatot nézni, akkor ő most kikapcsol, de hogy valószínűleg nem. És ezért inkább azt csináltok, hogy hazamentek, meditáltok egyet, és csak utána nyitjátok ki ezt a 3 sört, megnéztek sorozatot, mert akkor a szervezeteteket is ki tudjátok kapcsolni. És az jött, az a jó, vagy az örömteli, hogy megcsináltuk ugyanezt a vizsgálatot a vizsgaidőszakban, egy 10 alkalmas tréning után, és akkor pedig az jött ki, hogy a vizsgaidőszaknak a kellős közepén a hallgatóknak a 90%-a képes volt arra, hogy kikapcsolja a szervezetében a stresszválaszt. És ez egy óriási nagy dolog, mert ugye mindenki olyan orvoshoz szeretne kerülni betegként, aki jól tudja kezelni a stresszt. Aki nem feszült, nem ideges, és nem hold rá azért, mert betegként megélnek a kórházban. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, illetve olyan világban szeretnénk élni, ahol az emberek tudják kezelni a stresszt, és nem morcosak azért, mert az egész életüket egy ilyen szűrongós ködben élik le. Jó? Úgyhogy a 10 alkalmas képzés, meg a rendszeres mindfulness gyakorlás segít abban, hogy fókuszáljunk, és segít abban, hogy ki tudjuk kapcsolni a saját szervezetünket.
Harmadik, ami szerintem az egyik leges-leges legfontosabb dolog, az az pedig, hogy fejleszti a rezilienciánkat, fejleszti a lelki ellenálló képességünket. A lelki ellenálló képességünk tulajdonképpen az a nagyon leegyszerűsített lényege, hogy képesek legyünk arra, hogy ne nehézségeket, hanem kihívásokat lássunk magunk előtt. Tehát, hogy ne azt legyen, hogy mindenben egy ilyen legyőzhetetlen feladatot lássunk, hanem hogy úgy érezzük, hogy mi ezekhez erre képesek vagyunk, hogy ezzel megküzdjünk. És ugye itt megint az elvárás, hogy képesek legyünk arra, hogy úgy tudjunk odafigyelni a különböző feladatainkra, meg a különböző kihívásainkra, hogy megpróbálom, megteszem a legtöbbet, amit tudok, odafigyelek arra, hogy mit csinálok, és elengedem azt, hogy szorongok azon, hogy mi van akkor, ha. De ezt rendszeresen kell gyakorolni. Mindfulness segít, hogy fókuszáljunk, segít, hogy ezáltal ki tudjunk kapcsolni, és segíti azt, hogy sokkal több kihívást lássunk, mint nehézséget. Viszont ugye nagyon oda kell figyelnetek arra, hogy több legyen ez a mindfulness. No, akkor lesz az egész mindfulness több, mint egy buzzword, mint egy ilyen szép szó, hogyha rendszeresen gyakoroltok. Mert rendszeres gyakorlás nélkül ez az egész egy szép szó, meg egy szép gondolat. Nagyon fontos, hogy legyen valaki, amivel meg tudjátok osztani a saját gyakorlási lehet, a saját gyakorlásotoknak a tapasztalatait. Ugye lehet, hogy már ti is tapasztaltátok sokszor azt, hogy teljesen más dolog valamit kigondolni, meg elgondolni, és teljesen más valamit kimondani. Nagyon sokszor volt nekem az, hogy pörögtem valami beszélgetésem, vagy valami járt a fejemben, és amikor ezt elkezdtem elmesélni valakinek, így rájöttem, hogy ja! És nagyon sokszor a mindfulness gyakorlás is ugyanez, hogy az ember átél benne dolgokat, átél a meditáció közben dolgokat, de amikor ezt meg tudja osztani valakivel, akkor kerülnek a helyére a dolgok. És a harmadik pedig, ami nagyon fontos, és kell ahhoz, hogy tényleg sokat tudjatok ebből az egészből profitálni, az, hogy kapjatok visszajelzést. Ugye főleg felsővezető tréningeket szoktam tartani, és nagyon-nagyon sokszor futok bele abba, hogy azt kapom, hogy jó, jó volt, de nem volt olyan jó, mint a múltkor. Meg nem voltam olyan mélyen, mint a múltkor. És akkor ugye ebben benne van már az, hogy egy ilyen teljesítménykényszeres keretben éljük az életünket, minek is kellene jól sikerülnie, meg mihez képest kell elég mélyre menni. Az egész mindfulnessnek az a lényege, hogy elvárások nélkül odafigyelek a saját testemre. Hogy próbáljátok meg olyan helyen tanulni, ahol kaptok bejelzést, mert igazából így lehet a legtöbbet ebből profitálni. Úgyhogy az üzenetem nektek, hogy legyetek nagyon tudatosak a tudatossággal, de hogy kezdjetek el gyakorolni, mert sokkal boldogabbak lesztek, és nem fogtok fiatalon szomorúan meghalni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és nagyon szépen köszönjük ezt a szerintem nagyon izgalmas, érdekes és egyben szórakoztató prezentációt Ádámnak. Egy 2 percre körülbelül szükségünk van, amíg a technika átkerül egyik prezentálónkról a másikra. Addig én igazából 2 dolgot szeretnék tőletek kérni, vagy 2 dologra szeretném felhívni a figyelmeteket. Az egyik az, ugye a Kinga az elején már elmondta, hogy feltehettek nekünk kérdéseket. Ezeket nem most itt a prezentációk közepén szeretnénk megválaszolni, mert attól félünk, hogy adott esetben túl hosszúra nyúlna az este, hanem ezeket a Slido nevű honlapon tudjátok megtenni. Tehát, hogyha beírjátok a böngészőtökbe a Slido szót, slido.com, vagy úgy tudom, hogy sli.do módon is meg lehet találni, akkor ott egy egyszerű rubrika jön föl egy hashtaggel, hogyha beírjátok, hogy Mindfulness Lab, ugye ez a mi nevünk, Mindfulness Lab, akkor egyből egy olyan oldalra juttok, ahova be tudjátok gépelni a kérdéseiteket és ezeket, vagy itt a nap végén, ha lesz rá idő, akkor megválaszoljuk, vagy ha esetleg itt már nem marad erre idő, akkor a következő napokban a Facebook csoportunkon minden egyes kérdésre választ fog adni az, akinek az a kérdés releváns közülünk. Ezzel át is vezetném a másik kérésemre itt a beszédemet, ezt pedig biztos a kis kártyákon már láthattátok, hogy létrehoztunk egy Facebook csoportot a Mindfulness Lab számára. The Mindfulness Lab néven találjátok meg a Facebookon, vagy akinek van ilyen QR kód szkennere a telefonban, azzal nagyon könnyen megtalálja, vagy az oldalunkról is meg lehet találni, a Facebook oldalunkról. Aki szeretne a továbbiakban olyan tartalmakkal találkozni, amiket mi feltöltünk, kérem, hogy
jelölje be ezt a csoportot, lépjen be tagként, és akkor egyrészt a kérdésekre adott válaszokat is látni fogja, illetve mi azért tervezünk még ezen kívül nagyon-nagyon sok tudnivalót, ismeretet megosztani veletek az elkövetkezendő hetekben, illetve fél évben, amíg ez a rendezvénysorozat tartani fog. Köszönöm szépen! Ádám az imént ugye mutatott nektek egy nagyon rövid, mondjuk, hogy ízelítőnek tekinthető formális gyakorlatot a mindfulness-re. Most Kinga következik, és ő pedig valami informális módon fogja nektek megmutatni, hogyan lehet mindful-abbul élni, hogy egészen szépen magyarul mondjam. Köszöntsétek szeretettel Kingát! Most működik? Most működik? Hogyan lehetünk sikeresek? Ezzel a kérdéssel foglalkozom már néhány éve, nem csak szabadidőmben, hanem itt a Preziben is, készségfejlesztési szakért. A mai estén azt szeretném veletek megosztani, hogy mit tanultam a sikerről ez alatt az idő alatt. Ki szeretném emelni nektek, ami talán az egyik legfontosabb kulcsa a sikernek, és ez pedig a figyelem. Az egymásra való. Nem tudom, hogy jártatok-e már úgy, hazavezettetek, és otthon, mikor hazaértetek, a fotel kényelméből visszagondoltatok arra, hogy ó, melyik úton is vezettem haza? Vagy jártatok-e már úgy, hogy elindultok otthonról, és az első sarkon jut eszetekbe, hogy hú, vajon bezártam az ajtót? Hogy megtörtént-e már veletek az, hogy egy nagyon fontos e-mailt szentül meg voltatok győződve, hogy elküldtétek, és várjátok a választ, nem érkezik a válasz, de hogy megnézed kíváncsiságból a postaládádat, és akkor látod, hogy a piszkozatban maradt. Talán ez még a jobbik eset, mert ilyenkor szoktuk ezt az e-mailt elküldeni valakinek, akinek úgy nagyon nem kellene ezt megkapnia. Látom, hogy néhányan mosolyogtok, ez azért valamelyik talán mindannyiunknak ismerős. Ezekben a helyzetekben robotpilóta üzemmódban vagy. A robotpilóta üzemmód során a rutin vezet minket. Begyakorolt rutin helyzetekben agyunk átadja a vezetést a tudatalattinknak. Ez egy csodálatos funkció. Azért történik, hogy agyunk ezzel erőforrásokat spóroljon, és amire valóban fontos energiát szentelnünk, azt pedig arra több energiánk maradjon. A robotpilóta üzemmód nagyon fontos. Ugyanakkor kutatások szerint arra jutottak, hogy ébren töltött időnk 46,9%-ban nem vagyunk jelen abban a pillanatban, amit éppen csinálunk. Nem vagyunk ott. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag majdnem az ébrenlétünk felében mi nem figyelünk arra, amit éppen csinálunk. Robotpilóta üzemmód egyfelől nagyon jó, másfelől pedig az a kérdés, hogy hogyan tudjuk kiválasztani azokat a fontos pillanatokat, amikor a robotpilóta üzemmódot tudatosan ki kell kapcsolni. Meg kell találnunk azt az egyensúlyt, amikor tudatosan átváltunk erről a robotpilóta üzemmódból, tudatos. Biztos láttatok már amerikai filmek. Amerikai filmek mindig igazak. És ugye onnan megtanultuk, hogy a repülőgépeken a robotpilóta üzemmód kicsit hibázik. Komplex feladatokat egyszerűen nem tud behajtani. Pontosan ez történik a mi saját robotpilótaival. Gyakorlatilag ébrenlétünk 46,9%-ában komplex feladatokra nem igazán. Mi hát a megoldás? Melyek azok a fontos pillanatok, amikor oda kell figyelni? Mire figyeljünk oda?
Sok kutatás foglalkozott ezzel a témával, és egymástól függetlenül ugyanarra jutottak. A legfontosabb, hogy egymásra figyelj. Két kedvenc kutatásomat hoztam el most nektek ma, és Harvard kutatással kezdenék. Nézzétek el, ez a kutatás 1939-ben kezdődött. Gyakorlatilag még a mai napig is tart, tehát már 79 éve tart. 724 résztvevővel kezdtek. A résztvevők között volt harvardi diák csoport, illetve volt Brooklyn szegény negyedében felnőtt fiatal is. Kutatóknak egy kérdése volt. Mi a boldogság kulcsa? Mi az, amitől az emberek boldogok lesznek? Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti erre a kérdésre mit válaszolnátok, úgyhogy most meg is kérdeznélek titeket. Előnyben vannak azok, akik az első sorban ülnek, de lehet, hogyha még megpróbálom akkor ezt a mikrofon messzire is el tudom dobni, mindjárt kiderül. Tehát a kérdés az, szerintetek mire jutottak a kutatók? Mi a boldogság kulcsa? Ki az, aki ötlet? Itt van egy kedves ötletelő, nem biztos, hogy el tudom dobni, megpróbálom. Hoppá, sikerül! A boldogság az, amikor a gondolataink több, mint fele pozitív. Van még egy ötlet, köszönöm. Megpróbálom. Aztán segítsetek, köszönöm szépen. Szerintem arra jutottak, hogy az emberi kapcsolatokban rejlik, és az emberi kapcsolatok minőségében. Te biztos ismered ezt a kutatást. Nagyon jó, köszönöm szépen. Akkor innen folytatjuk, jó, még lesz pár kérdésem, hogy ezt nem teszem messzire, ide leteszem, jó, vagy itt a Léna segít nekem, köszönöm szépen. Valóban, a kutatók arra jutottak, hogy a legfontosabb, ami boldogsághoz vezet, azok a mély emberi kapcsolatok. Az volt a legfontosabb, hogy mély emberi kapcsolatokat tudjanak létrehozni. Ez volt az a faktor, amit ki tudtak mutatni szépen, és azok a résztvevők, akik arról számoltak be, hogy ők igenis mély emberi kapcsolatokat tudtak létrehozni az életük során, ők sokkal elégedettebbek voltak az életükkel. Mi derült ki ebből a kutatásból? Ebből a kutatásból kiderült, hogy fontosak az emberi kapcsolatok. És hogyan tudunk mély emberi kapcsolatokat kialakítani? Az egymásra való tudatos odafigyeléssel. És ez pedig a legkönnyebben a mindful hallgatás technikájával tudjuk megcsinálni. Már leültem egy poént, tehát a másik kutatás, amit hoztam nektek, az megmutatja, hogy nem csak én mondom azt, hogy a mindful hallgatás nagyon fontos, hanem egy innovatív, egy nagyon gazdag, és egy olyan cég, akivel mindannyian kapcsolatban vagyunk, és akkor most megkérdezem, hogy szívvel látjátok, a Google-ről van szó. A Google-ről csináltak egy olyan kutatást, amikor azt vizsgálták, hogy kellenek-e egyáltalán menedzserek. Van-e szükségük menedzserekre? És ha igen, akkor ezek a menedzserek, a jó menedzserek, hogy néznek ki? Ki mondja azt, hogy szükségünk van a menedzserekre? Ki mondja azt, hogy nincs feltétlenül szükségünk menedzserekre? Jó, itt van, aki határozottan jelentkezik, hogy nincs. A Google-nél a kutatás eredménye az volt, hogy nekik nagyon is szükség van menedzserekre, illetve egy ilyen nagy cégnél nagyon is szükség van menedzserekre, és a jó menedzsert pedig 8 fő tulajdonsággal illették. Illetve meghatároztak 8 olyan fő tulajdonságot, ami a jó menedzsert jelent. És
ebből a 8 fő tulajdonságból 4 darab, 4 tulajdonság az egymásra való odafigyelés képességén alapszik. És ha ez még nem lenne elég, a legfontosabb tulajdonság az, hogy a menedzser jó kócs legyen, alapja az egymásra való aktív odafigyelés. A Bumergeni Mindfulness technikával oktatják ezt az egymásra való odafigyelést. És ezt a technikát hoztam el én is nektek. Mi itt a Prezi-ben is gyakoroljuk ezt a technikát, illetve nem csak menedzsereknek, hanem mindenkinek megmutatjuk. Úgyhogy szeretném ezt most veletek is, nektek is bemutatni. Jó? És mivel most már úgy hát ilyen happy hour időszakon, én arra gondoltam, hogy ezt a gyakorlat egy koktél formájában hozom el nektek. És ez egy olyan koktél, ami, hát meg kell mondanom, hogy a mindfulness-ről beszélünk, hogy egy alkoholmentes koktél, tehát akik az előbb elcsinálta a szembe, az most lehet egy kicsit is elszomorítom ezzel, ez egy alkoholmentes koktél, és a következőkről szól. Ez a mindful hallgatás. Az első eleme, ez a koktél alap, ez az első, ami a shakerbe kerül, ez az első elem, ez gyakorlatilag maga az üzenet. Mi történik? Egy kommunikációs szituációban, ha mindful hallgatást gyakorolsz, az első elem, koktél alap, az az, hogy magára, az üzenetre tudj figyelni. Itt az üzenet alatt értjük azt, figyeljük az információkat. Mi az, amit beszélgető partnerünk gyakorlatilag mond? Milyen speciális szavakat használ? Milyen tényeket közöl? Még arra is figyelünk, hogy milyen a testbeszéde, hogy van ő ott jelen. Gyakorlatilag ez az aktív odafigyelés, az aktív hallgatás alapja, pedig koktél alap. Lássuk a következőt. A következő szint koktél eszenciája. Tehát ettől lesz akár fanyar, akár édes, ki milyen szeret. Koktél eszenciája azt jelenti, hogy amikor mindful tudatosan hallgatsz, tudatosan figyelsz oda a beszélgető partneredre, akkor figyelj a mögöttes mozgatórugókra. Mit jelent? Melyek azok a célok? Melyek azok az értékek? Melyek azok az igények? Ami miatt, vagy ami segítségével, vagy amiért a beszélgető partnered ezt neked elmondja. Hogy van ő ott ebben jelen? Ha ezt mind meghallgattuk, akkor a következő szint, az úgynevezett egy ilyen fűszer, mint a koktélunk tetejére, ez pedig saját magunkra való figyelem. Mi hogy vagyunk benne abban a szituációban? Mert gyakorlatilag, mikor valakivel beszélgetsz, figyeled, hogy mit mond, figyeled, miért mondja ezt, melyek az a mozgatórugók, és közben magadra is figyelsz. Figyelsz arra, hogy mit jelent ez neked. Megérintett? Érdekes volt? Hogy esetleg rögtön bezártál, ahogy meghallottad, hogy mi a téma? Visszajelzéseként ez gyakran előfordul, úgyhogy itt az extra tudatosságban most sokat segít. Harmadik szint, hogyan hat mindez ránk? Hát ez így nagyon jó is hangzik, koktél. Én arra gondoltam, hogy tegyünk még erre egy koktél szint, és próbáljuk is ki ezt a gyakorlatot. Nyilván a gyakorlat, illetve a maga a koktél nem lenne teljes, hogyha ezt nem osztanám még senkivel. A technika második része az az, hogy koktél alapján megfigyelt szinteket reflektálod, visszajelzel a beszélgető partnerednek. Így lesz ez egy mindful odafigyelés, mindful hallgatás.
lássuk azt a koktélcseleszőjét, itt látom, hogy felcsillantak a szemek, végre egy kis gyakorlat következik, hogy ezt a gyakorlatot próbáljuk is ki. Először elmondom, hogy mit fogok csinálni, jó? És akkor utána egy csengő szót fogtok hallani, a csengő szónál el is lehet kezdeni a gyakorlatot. Hogy is néz ez ki? De első az lenne, hogy a párban fogjuk csinálni ezt a gyakorlatot. Oké? Okay? Tehát a nyilván egyértelműen a felletlen ülő lehet a párod, viszont